várjuk kérdését üzenetrögzítőnkre vagy élőben. 2018-21-21. Kérdezze polgármesterét, dr. Bácskai Jánost. Szeptember 19-én kedden köszöntjük Önöket élőben. Tudják, minden más időpontban az ismétlést látják, de bármikor kérdezhetnek, 2018-21-21-es a telefonszámunk, info@9.tv pedig az e-mail címünk. Szeptember 19-én pedig köszöntöm itt az élőben, itt a stúdióban dr. Bácskai János polgármester urat, üdvözlöm. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a 9.tv nézőit. Lesz miről beszélgetni az elkövetkező egy órában. Kezdjük a lakótelepi mulatsággal, amit szeptember 8-án és 9-én rendeztek meg, és ahol fontos bejelentéseket tettek, illetve átadták a felújított nagy játszóteret is. Az idei József Attila lakótelepi mulatság záró estjén a lakótelepi kiserdőt érintő fontos bejelentést tett dr. Bácskai János polgármester és Kocsis Máté fővárosi képviselő és tanácsnok, a szomszédos Józsefváros polgármestere. Felmerült egy nagyon komoly kérdés, hogy mi lesz a kiserdővel. Ugye a tervekből látszik, hogy a kiserdő marad, sőt, fejlesztjük, hiszen ez egyik büszkesége ennek a zöld és virágos lakótelepnek, tehát pont azt szeretnénk, hogyha ott nem épülne semmi olyan, amit nem szeretnénk. Felvedődött egy bizonyos négysávos útnak a megépítése, amiről se én, se vendégem, dr. Kocsis Máté Józsefváros polgármestere még nem sok mindent hallott. Engedjék meg, hogy színpadra szólítsam polgármestertársamat, fővárosi közgyűlésben a társamat, tanácsnok urat. Idén nyáron nagyon sokat dolgoztunk valamin, ami önöknek fontos, és amiből ki akarták önöket hagyni, az pedig az, hogy a kiserdő helyén valakik kitalálták, hogy menjen egy út, és egész nyáron azon dolgoztunk, hogy ne legyen, és most be is jelenthetjük önöknek, hogy ilyen út nem lesz, keresztbe veri azokat a terveket, azokat az elképzeléseket, amelyeket a Ferencvárosi Önkormányzat képvisel a telep megújításával kapcsolatban. És az az igazság, hogy az itt élők nyugalmát, biztonságérzetét, környezetének megóvását egyáltalán nem szolgálja. Úgyhogy talán, ha ebbéli minőségemben részt vehettem ebben a munkában, akkor köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást, és nagyon szép estét kívánok önöknek. Jó látni egy ilyen összetartó közösséget Budapest egyik legjobb lakótelepén, és a következő 50 évre komoly fejlődést kívánok önöknek. Ha lehet, akkor ebben mi is partnerek vagyunk, segíteni fogunk. A kétnapos rendezvény a József Attila lakótelep megújításáról, a lakókkal való közös egyeztetésről is szólt a Mi lakótelepünk program keretében. Szombat délután az önkormányzat által a lakótelep megújításának érdekében meghirdetett tervpályázatra beérkezett terveket lehetett megtekinteni, és kérdezni, véleményt alkotni, ötletelni dr. Bácskai János polgármesterrel és Szűcs Balázs főépítésszel. Az önkormányzat közösségi tervezés keretében szeretné megújítani a lakótelepet, ez az ott élők igénye is, hiszen ennek érdekében egy aláírásgyűjtő ívet adtak át szombat délután a színpadon. A lakótelepi mulatság részeként tartották meg a felújított nagy játszótér avatóját. Bár a játszótér már elkészült augusztus első felében, a hivatalos átadóval megvárták a lakótelep hagyományos rendezvényét. Az ünnepség a Napfény óvoda Pumukli csoportjának körtáncával kezdődött. Ez a játszótér éppen nagy játszótér néven szerepel a köztudatban, talán a térképeken is. Valóban nagy, hiszen több mint egy hektár. A felújításnál derültek ki a paraméterek, a méterek, a kerítés létrehozásánál szintén önök szerettek volna, és valóban, hogyha a gyermekét kiviszi az ember a játszótér, akkor biztonságban szeretné őket tudni. Természetesen, ahogy a lakótelep építése, így egy játszótér építése sem fejeződik be, és fejlesztése, ezért én szeretném javasolni a szülőknek, hogy indítsunk el egy programot, nevezzük el a nagy játszóteret. Várjuk a javaslatokat, hogy hogy hívjuk ezt a szép játszóteret. A ferencvárosi gyerekeknek több mint egy harmada itt lakik a
lakótelepen, és a nagyobb részük erre a játszótérre jár. A közös tervezésben ezt megint a szülőknek mondom, persze várjuk, hogy hol legyen még játszótér, és milyen típusú játékok legyenek ott is, és akár itt is. A köszöntő után Gergő és Zsófi segítségével dr. Vas Imre országgyűlési képviselő, dr. Bácskai János polgármester és Sajó Ákos a részönkormányzat elnöke vágta át a szalagot, és adta át hivatalosan is a játszóteret. Majd a gyerekekkel közösen lufi csokrot engedtek a magasba. Az átadó után az Én játszóterem rajzpályázat eredményhirdetése következett. Augusztus elején hirdette meg a Dési Huber Művelődési Ház a nagy játszótér felújítása kapcsán a pályázatot. 19 alkotást állítottak ki, az óvodás és iskolás díjazottak pedig ajándékcsomagot kaptak. Még magukkal az ördögökkel is szembesállok. Végül a Fabula Bábszínház Vitéz László és az Ördögök című előadásával zárult az átadó ünnepség. Szili Adriánt, a Városfelújítási Iroda vezetőjét a közel 70 milliós beruházásról, a nagyjátszótér felújításáról kérdeztük. Három ütemről beszélhetünk, tavaly októberben indult, és a három ütem összességében időtartamban az egy évet nem ölelte fel, egy teljes megújuláson ment át. Az első ütem az tavaly októberben kezdődött, ez év végével végződött. A legnagyobb attrakciója az, hogy végre a terület az egy méltó kerítést kapott, teljesen körbe lett kerítve, vadonatúj kétszárnyas kapukkal, valamint a Mini Kressz Parknak a kialakítása, teljesen új attrakciója a játszótér. Ilyen előtte nem volt. Ezt a területet teljesen elő kellett készíteni, az ott lévő játszóelemeket át kellett telepíteni, más területen homokozóba találtuk meg nekik a funkciókat. Tavaly év végétől használhatóak voltak. A második ütem az egy picit az első ütemhez tartozott, kiegészítő munkálatok zajlottak. Elsősorban a biztonságot vettük figyelembe, gumiburkolattal láttuk el a kresszpályának az oldal részét, hogy nehogy kis motorral valaki úgy essen, hogy véletlenül se történjen baj. Január végére, február elejére befejeződtek, és azt gondolom, hogy a legnagyobb attrakció az a hármas ütemnek nevezett idei felújítási munka volt, ahogy a költségvetés elfogadása után rendelkeztünk megfelelő pénzügyi kerettel, megfelelő közbeszerzés lefolytatása után képviselői, lakossági igények, színdinamikai összhatás érvényesülése, mindent próbáltunk figyelembe venni nagyon alaposan, az előkészítés valóban hosszú időt vett igénybe. Sajnálatos módon a nyár elején tudtunk neki kezdeni a munkálatoknak, de szerencsére augusztus elejére tudtuk tartani a határidőnek, vadonatúj játszóelemek is már helyet kaptak. Mögöttem lévő területen új hinták, madárfészek hinta, babamama hinta, és ami nagyon fontos, hogy a harmadik ütemben alapvető szempont volt a biztonságnak a megteremtése. Minden új és minden meglévő hintához, játszóelemhez a jelenleg szabványban lévő, a szabvány ütésburkolatokat építettük. Ez mindenhol látszik, látszanak az új színek. Ezek a játszó elemek tartóeszközei csiszoláson, konzerváláson, festésen mentek keresztül. Az egész játszótér területén a burkolati elemek is teljes mértékben megújultak, vadonatúj térkőburkolatot kapott a töredezett, balesetveszélyes aszfalt és betonburkolatok helyett. A kötélpálya régen egy ilyen műfű burkolat volt alatta, teljesen új burkolati felületet kapott az ütések elkerülése véget, tompítása véget. A focipálya kerítés elemei magasítást kaptak, és szintén egy nagyon-nagyon fontos elem, a mögöttem látható kisméretű burkolt foci kosárpálya, aminek már nagyon balesetveszélyes oldalfalai voltak. Vadonatúj megerősítés kapott, és erre egy ütéscsillapító burkolatot tudtunk felhelyezni. A József Attila lakótelepi mulatságon ezen kívül gyermekprogramokkal, különböző bemutatókkal, esténként pedig retro és rock koncertekkel várták az érdeklődőket. A programokról részletesen kulturális műsorunkban számolunk be. Akkor először Kiserdő. Tegnap, azaz szeptember 18-án, hétfőn Füriyes Balázs budapesti nagy beruházásokkal megbízott kormánybiztossal egyeztettek a környező polgármestereken, is ott volt. Miről szólt ez az egyeztetés, és mi lett az eredménye? Egy egyszerű, de jó híreket hozó tájékoztatós volt, inkább így mondanám, a kormánybiztos úr ANIF vezérigazgatóját felkérte, hogy ezt a tervpályázatot, amit meghirdettek, és
holnap lett volna 20-án a pályázati eredmény tájékoztató, illetve róla a szavazás, azt tekintse eredménytelennek, illetve hozzák meg ezt a határozatot, hiszen ennek a tervpályázatnak része volt a Galvani híd tervezése, és a Galvani hídra felvezető, illetve a Galvani hídról levezető utaknak a tervezése. Így került ugye képbe a kis erdő. Ugye ezt megelőzően egy évvel ezelőtt már egy tájékoztató ülés volt, ahol többen elmondtuk, többek között én is elmondtam, hogy ha a lakótelepet érintően, akár a Vekerletelepet érintően útvonal elképzelések vannak, arról tájékoztassanak minket. Sajnos ez a tájékoztatás húzódott, majdhogy nem elmaradt, és akkor Kocsis Mátéval, fővárosi önkormányzati tanácsnokkal jeleztük ezt a kormány felé, és Fűrés kormánybiztos úr ekkor érezte a szükségességet annak, hogy jelezze a NIF felé, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT felé, hogy ez így nem helyes. Mert miért feléjük? Mert ők a pályázat kiírói, ők felelősek azért, hogy ezt a pályázatot lebonyolítsák, és a hídról, illetve a hídról, illetve felvezető utakról a tervpályázatban döntsenek, azoknak a nyomvonalát meghatározzák. És mivel ez elmaradt, az egyeztetés, illetve az egyeztetések már nagyon későn kezdődtek meg, nem beszélve arról, hogy kifejeztük az ellenkezésünket és egyetnemértésünket, hogy adott esetben, ha éppen a levezető négysávos út a mi kis erdőnkön keresztül adna keresztül, azt nem fogjuk tudni támogatni se mi, se azok, akik itt élnek. Most itt tartunk, a kormánybiztos úr a levelét megírta, hogy így mondjam, amiben ilyen fontos kitételek vannak. József Attila lakótelep és a Vekerlettelep között húzódó úgynevezett kiserdőt érintő nyomvonal szóban forgó szakaszának tervezését haladéktalanul állítsák le, terveket vonják vissza. Kérjük, hogy a fenti nyomvonaltól eltérő, tehát ez azt jelenti, hogy a kiserdőt nem érintheti az útvonal, eltérő olyan környezetbarát, a természeti értékek, zöld felületek védelme, és ami a legfontosabb, a helyi lakosság érdekeinek messze menő figyelembe vétele, életminőségének megőrzése, javítása érdekében kezdjék meg a tervezést. Ez az új tervezési folyamat véleményem szerint legalább fél év, de inkább egy éves tervezési folyamat lesz, amiben nek során mi is ott leszünk. Én is ott leszek, és mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb útvonalat alakítsák ki, de semmiféleképpen nem a kis erdőben. Erre azt gondolom, tehát a közbiztonsága kijelenthető, hogy a kis erdőben nem lesz út? Én kijelenteném biztonsággal, hiszen mi már fél évvel ezelőtt ugye meghirdettük a mi lakótelepünk programban a közösségi tervezést, a építési szabályzat létrehozását, és ebben az építési szabályzatban sem terveztünk, hiszen nem is tervezhettünk, hiszen az a nyomvonal, ami egyáltalán az érvényes építési szabályzatban szerepel, az 15 évvel ezelőtti, és mindössze két sáv, és nem egy bármilyen hídnak a levezető szakaszához szolgál, hanem a határút kiváltására szolgáló útról beszélünk, de ez is 15 éve hatályos építési szabályzat, de semmi nem történt még az ügyben, hogy ez megépüljön. Mi arra fókuszáltunk, hogy a mi lakótelepünk program, ami ugye ennek a gyönyörű szép lakótelepnek, József Attila lakótelepnek a következő 50 évéről 21. századi megfelelő műszaki és életviteli, életminőségbeli programjáról szól, azt együtt tervezzük meg. És ennek egy nagyon fontos eleme, bizony nagyon sokan megnézték a lakótelepi mulatságon is a kiállított terveket. Az egyik legfontosabb pontja, abból a bizonyos 9 pontból, nem csak a tévé a 9 pont, hanem a mi 9 pontunk is 9 pont, az egyik legfontosabb telepe a kiserdőnek a rekultivációja, remediációja, olyan közösségi térre alakítása, amit megérdemelne. Azt azért látnunk kell és be kell vallanunk, hogy kiserdő részben azért, mert két tulajdonos van, egyik része a magyar állam, másik része pedig a Ferencvárosi önkormányzaté, hogy bizony ennek a 9 hektáros büszkeségünknek nem minden szempontból megfelelő az állapota, tehát van mit rajta alakítani. És mert olyan, egyébként meg egy óriási adottság. Hát egy olyan, hogy egy zöld tüdő itt a két lakótelep közepén, vagy közte, és ennél fontosabb talán környezetvédelmi célkötelezettségünk
célkitűzés nem is lehetne, mint hogy ezt élővé tegyük, ezt az erdőt, és használjuk. De a tornapályát, egy kis tavacskát képzeltünk el, terveztünk, meg mi mindent, amit várunk természetesen a kedves nézőktől is, hiszen ez a Mi lakunk telepünk program, ez a közösségi tervezést foglalja magában. Ugye, ahogy láttatuk az összeállításban is, ez a lakók igénye is, hogy minél aktívabban nyilván ők is hozzászólhassanak ahhoz, hogy milyen lesz majd a lakótelep jövője, tehát ez az önök céljaival is találkozott. Mit jelent ez a 9 pont, amit említett? Ez azt jelenti még mindig a mi lakótelepünk programban, hogy a kis erdő rendbetétele, és ami a műsorban is a bejátszásban elhangzott, hogy a játszótereinknek az elnevezése, átnevezése. Erről persze is fogunk beszélni, lehet, de még egy kicsit maradjunk akkor a közösségi tervezésnél, hogy milyen ütemben, hogyan képzeli el az önkormányzat, hogyan szeretnék ebbe a lakókat bevonni, akárha a kiserdő megújításáról beszélünk, mikor, mire milyen lehetőség lesz, tehát milyen ütemezése lesz mindennek. Az ütemezés az teljesen attól függ, hogy vesznek részt benne az ítélők. A 9 pontból felsorolnék néhányat, talán mindet. Parkolóhelyszám bővítés, hiszen mindenki tudja, hogy sokkal kevesebb parkolóhely van jelenleg, mint ahány bejelentett autó van. Persze ahányan megfordulnak itt a lakótelepen, sok helyen nem egy-kettő, hanem akár több autó is van egy háztartásban. Tehát égető probléma, hogy új parkolóhelyeket alakítsunk ki, ami szinte biztos, hogy zöld területek rovására lehetséges csak bizonyos helyeken. Tehát ebben nagyon fontos együttműködésre van szükség. Saját telekrészek kialakítása, itt akár a parkolóhelyekről is lehet szó, zajvédelem, nagyon sok helyen gondot okoz a megnövekedett forgalom, gondoljunk csak az autómentes napra, ami éppen múlt hétvégén volt. Milyen kényelmes, Napfény utcában. Ezzel kapcsolatban lesz is majd egy nézői kérdés. Milyen kényelmes és kellemes állapot az, mikor a Napfény utcán egyetlen autó nem megy végig, csend van és nyugalom. A közösségi tereknek a létrehozása, ugye a hajdani Pest-Budamozi, amit annyira szerettünk és jártunk is oda, az ugye már másnak a tulajdonában áll, ugye nem tudjuk. Ez a görög nemzetiségi önkormányzat. Ez jelenleg a görög nemzetiségi. Nem ferencvárosi önkormányzat tulajdonában van. Igen, tehát más tulajdonban áll, és ezért szükség lesz a Dési Huber művelődési háznak, ismerjük a lehetőségeit és korlátait. A közösségi háznak nevezett földszintes épület nem megfelelő kapacitású, nagyon sok érdekes, értékes program foglal benne helyet, szerveződik oda, de nem elegendő, hiszen azt tudjuk, hogy minden harmadik ferencvárosi mi szeretett lakótelepünkön él és lakik. És hát nagyon sok család van kisgyerekkel. Akiknek a száma várhatóan növekedni fog, és ezért is ennek a pályázatnak, építészeti pályázatnak egy igen értékes része, hogy miként lehetne bővíteni a négyzetmétereket, tehát a lakásoknak a négyzetméterét, szobaszámát adott esetben, de érdekes felvetés és érdekes kérdés a négyszintes házainknál a lifteknek a megjelenése, hogy hogyan és miként lehetne. Ugye ez meg az idősebb lakóknak lenne főleg érdeke? Akár. De akár a fiataloknak is, mondjuk egy babakocsi azért a negyedik emeletre már komoly gondot okozhat. Nem tudom, hány pontnál tartunk, de talán még nem értünk a 9 végére. Lehet, hogy akkor nem is érünk a végére, hogyha nem fér be a műsoridőbe. A piacról érdemes beszélni, hiszen nagyon kedvelik a őstermelői piacot, ami szegény, mostoha gyermek, hiszen a város szélén, a benzinkútnál található, ahelyett, hogy a város rész közepén lenne. Ugye szombat délelőttönként van ez a piac. Szombat délelőttönként, és ugye külön buszjárat is közlekedik ehhez a kitűnő piachoz. Forgalomcsillapításról beszéltünk, nem csak persze a Napfény utca forgalomcsillapításáról beszélünk, hanem az Epres erdő, a Dési Huber utca útvonal változtatások adott esetben, hogy hol menjen az út, a zöld területeknek a megváltoztatása, megújítása, illetve megújítása, tematikus játszóterek létrehozása, hiszen az, hogy a nagy játszótér ilyen szépen megújult, ez ugye
csak egy játszótér. Ez az óriási területen, ahol 20 ezer ember él, eleve több játszótér is van, de többre is van szükség, akár úgy is, hogy tematikus játsz, akár korosztályos, akár más típusú kiépítéssel, ez inkább közösségi feladat lesz, tehát közpénzből való bővítés. A lakótelep bővítésről már ejtettem szót, tehát hogy lehet bővíteni a lakásoknak a méretét, illetve célszerűségét, és hát pavilonok olyan szolgáltató egységeknek a megtelepülését, ide települését, nek a feltételeit megteremteni, ami ugye nem csak a lángos sütő, meg az étellel, étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások legyenek, hanem más egyéb, ami itt előfordult, tehát tisztító, cipő, táskavaró. Ugye egy lakossági fórumon a lakók is jelezték, hogy erre szükség lenne. És ugye amire a kérdés irányult, hogy ennek mi az ütemezése, ahogy hogy a petíciót... Meg hogy fogják a lakókat ebbe a folyamatba bevonni? Hát úgy, ahogy eddig, tehát ugye a petícióval, ami több százan aláírtak, és látható volt, hogy a színpadon át is vettem. Ez ugye, tulajdonképpen megelőztük ezt már, ez az aláírásgyűjtés csak ráerősített a mi szándékainkra, hogy eleve a tervezést is már egy lakógyűlés, vagy így mondjam, tehát egy közösségi lakossági fórum előzte meg, ahol több mint 300-an voltak, és jól láthatják a terveken, hogy nagyon sok ötlet már a tervekbe is bekerült. És azt a következőkben újabb lakossági fórumokat hívunk össze, tematizálva az előbb elmondottak alapján, és ott is várjuk a javaslatokat. Hogy tehát akkor tematikus fórumok lesznek, hogyha jól értettem ezekben a témakörökben, amiket most felsorolt. Így van, persze attól nem kell félni, hogy most én felsoroltam a 9 pont, hogy ez 9 egymás utáni, vagy meg kell várni mind a 9-et, hanem nyilván csoportosítani fogjuk őket, 2, jó esetben 3 különböző lakossági fórumon, egy fél, 21 éves folyamatban eljutunk odáig, hogy összegyűjtjük a jó javaslatokat, és talán akkor már kellően érett lesz a terv ahhoz, hogy elfogadhassuk, és meg kellőképpen alaposan megvitattuk. Meg ugye egymással is a lakók, mert hát erről is sokat beszéltünk, hogy nyilván mindenki, tehát nem egyezik a lakók véleménye sem adott esetben minden kérdésben, tehát ez azért is hasznos, mert akkor ott ők is látják és hallják, és együtt tudnak konszenzusra jutni, hogy a többség mégis mit szeretne. Igen, azt kellene, nyilván azt fogjuk megtanulni és megérteni, hogy nem velünk kell vitatkozni a döntéshozókkal, hanem leginkább egymással, ha ezt vitának. Tehát egymással kell elfogadtatni az érveket, hiszen ha emlékszünk régebbi vitákra, dohányos, kutyás, nem kutyás, ezek tipikusan olyan viták, ahol egymással vitatkoznak a különböző nézetek képviselői. Persze mi tudjuk, hogy döntéshozóknak kell valamiféle rendet tenni ebben, úgyhogy megfelelő rendeletet hoz, és az építési szabályzat is tulajdonképpen erről fog szólni, hogy azok a törekvések, amik láthatóan többséget kapnak, és azt szeretnék az itt élők, hogy az lehetőségként fennmaradjon, lehetőségként bekerüljön az építési szabályzatba, az még véletlenül sem maradjon ki az építési szabályzatból, ez a mi felelősségünk, hogy minél több minden kerüljön bele. De ilyen lesz az, hogy legyen 5. emelet, ne legyen 5. emelet. Ha van 5. emelet, akkor lesz lift. Ha nincs 5. emelet, akkor nem biztos, hogy lesz lift, hiszen... És ezt nyilván a lakóknak kell eldönteniük, hiszen társasházakról beszélünk. Így van, ez egy nagyon fontos észrevétel és megjegyzés, hogy lesznek olyan döntési helyzetek, amiben mi bele sem tudunk szólni, hiszen közvetlenül a társasháznak, az ott élőknek a döntési kompetenciája, a közgyűlésnek, a lakóházi közgyűlésnek kell meghozni, hogy szeretnének-e plusz egy emeletet cserébe liftért, szigetelésért, bármiért, vagy nem. De aztán lesznek olyan javaslatok és döntések, mint már említettem, hogy szolgáltató pavilonoknak a létrehozása, az valószínűleg célszerű, hogyha az önkormányzat hozza létre, hiszen ha megnézzük akár a zöldséges vagy más típusú pavilonoknak a kinézetét, hát az, hogy nem egységes, az még csak nem egy nagy észrevétel, de egyik-másik már szegényke olyan küllemű, olyan kinézetű, hogy bizony, rossz állapotú, hogy bizony modernizációra szorul. Abban valószínűleg, hogy közpénzt kell felhasználni. De ez a közösségi háznak, a piacnak a létrehozása, a parkolóhelyek bővítése, stb. Hát lesz téma bőven. Mikor indul el ez a Mi Lakótelepünk program? Október elején, legkésőbb a második hét
héten szervezzük meg az elsőt, és szeretettel várunk minden érdeklődőt, fogjuk hirdetni, ahol lehet, többek között itt a 9.tv-ben is. Igen, hogy itt is képújságon is, hírekben is, újságban, még Facebookon, sem. Honlapon. És nyilván... tájékozódni, és ebben a műsorban pedig aztán akkor valószínűleg, hogy rendszeres témánk lesz majd ez, illetve a lakossági fórumnak az eredménye. Bízom benne, én is arra biztatnék mindenkit, hogy vegyen részt ebben. Egy jó és közös játék lesz. És akkor még a nagyjátszótérről beszéljünk egy picit, ugye, hogy az összeállításban hallhattuk, meghirdette a polgármester úr, hogy nevezzék el a nagyjátszóteret, ezt hogyan képzelik el, tehát hogyan vonják be a lakókat, hogyan lehet ötletelni, majd küldeni az ötleteket, névötleteket. Tervezzük printben is, online is és offline is, lehessen szavazatokat adni. Még az is lehet, hogy a nagy játszótér marad. Bár először ugye még a nevet kell, aztán majd utána lehet szavazni. Hát igen, tehát ugye várjuk először, így van, első körben a névjavaslatokat, hát nyilván lesznek olyanok, amik az elképesztő határát súlyolják, a vicceset, a vállalhatatlant, a nem kötődik a lakótelephez. Tehát biztos vagyok benne, hogy színes lesz a paletta, és nyilván utána a szavazás fogja megmondani, hogy melyik az, amelyik. Még az is lehet, még egyszer mondom, hogy a nagy játszótér marad, tehát... És ez mikor indul, mikor hirdetik majd meg ez a kollégáimnak a névadását? A munkájától függ, hogy mikor teremtik meg az előbb elmondott feltételeket. Mi mindenképpen egyszerre szeretnénk indítani, hogy minden felületen egyszerre jelenjen meg ez de a akkor lehetőség. Már most elmondtuk, hogy adjunk nevet, találjunk nevet a nagy játszó térnek, és akkor erről is majd tájékoztatjuk önöket, hogy mikor, tol és hol lehet majd a névötleteket jelezni. Még egy kiegészítés, hogy nem csak a nagy játszó térnek, hanem az összes lakótelepi játszótérnek. Így legyen. És akkor most térjünk át a nézői kérdésekre. Levelet hozott a postás, úgyhogy most el is mondom a címünket, a postai címünket is, hiszen azt már nem szoktuk ritka az, hogy valaki még postai úton kérdezzem, de ha van rá igény, akkor mondjuk 1096 Budapest Haller utca 27, a borítékra írják rá, hogy 9.tv vagy hogy Ferencváros televíziója, tehát várjuk ezen a módon is a kérdéseket, ezen az úton is. Varga Sándor a Napfény utcában írt a kérdése, illetve hát ugye a felvetés az, hogy a Napfény utcán rendkívül megnőtt az autós átmenő forgalom, főleg a reggeli és a délutáni időszakban. Ezzel együtt a zajterhelés és a kipufogó gázok miatti egészségre káros szennyező anyagok szintje is. A legtöbb autós a határút felől megy át a lakótelepen, a Napfény utcán át az Üllői út felé. Kérdése, mikor lesz egyirányosítva a Napfény utca, hogy megszűnjön ez az átmenő forgalom? Hát nyilván ezt az ötletet is, hát először is köszönjük az észrevételt, de hogyha figyelte, a Napfény utca forgalmára a figyelemfelhívás az összes autómentes napon megtörtént, hiszen mi is tudjuk és érzékeltük. Például legutóbb szombaton. Legutóbb szombaton, és a legtöbb szakmai ötletben szerepelt ugyan az egyirányosítás, de nem feltétlenül ez a legjobb megoldás. Én azt gondolom, mint minden máskor, hogy az ötleteket nagyon köszönjük és várjuk. A szakmára bízzuk a további jó javaslatokat, és aztán persze majd döntünk afelől, amelyik költségében, várható eredményeben a legjobb, de az biztos, hogy tarthatatlan a jelenlegi helyzet, hiszen nagyon jó példák vannak arra más lakótelepeken, helyeken, például a Vekel lakótelepen, hogy lehet azokat az autósokat távol tartani, hogy lehet azoktól megszabadulni, akiknek nem ide szól a menetjegyük, hogy így mondjam, akik nem ide érkeznek, hanem csak menekülő útként, egérútként használják a mi lakótelepünket. Tehát a mi lakótelepünk programnak ugye ez is része, úgyhogy erről is lesz majd egyeztetés. Ez a negyedik pontja. Folytassuk a nézői kérdéseket, most jöjjenek az üzenetrögzítőnkre érkezett kérdések. Jó napot kívánok! Én érdeklődni szeretnék, hogy a Márton utca 13 száma lesz, mikor lesz felújítás, fesontás. Köszönöm, vissza! Tehát Márton utca 13, mit lehet tudni a felújításáról? Jelen pillanatban konkrét időpontot nem tudok mondani, hiszen a képviselőtestület a decemberi utolsó ülésen fogadja el a következő évben felújítandó házaknak a listáját. A Márton utca 13 szerintem idén decemberben nem fog erre a listára fölkerülni, de ha mégis, akkor az egy jó hír lesz a betelefonáló számára.
Sajnos vannak olyan házak, még mindig, amelyek rosszabb állapotúak, mint a Márton 13, arról nem beszélve, hogy ebből az következik, hogy vannak olyan házak, amire már a engedélyezett tervek is vannak, tehát igyekszünk azokat a házakat sorba venni, amire már engedélyezett tervek vannak. Fogunk még erről is beszélni, mert hogy, mint a legtöbb adásban, most is rehabilitációval kapcsolatban érkeztek kérdések. Most egy házból érkezett két kérdés is, úgyhogy ezt egyszerre hallgassuk meg. Jó napot kívánok! Bóna Gyuláné vagyok, a Balázs Béla 13-ból. Tisztelettel megkérdezem a polgármester urat, hogy mi lesz a sorsa a Balázs Béla 13-nak. Mert azt mondtam, polgármester úr, hogy ezen az éven kiköltöztetnek minket is. De ez idáig még szó sincs róla. Nem mondja soha. Egy adásba se, én minden adást meghallgatok, de nincs róla szó, hogy lesz belőle valami. Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm, tisztelt polgármester úr. Ha jól tudom, Balázs Béla 13-at minden igaz egy előző tévéműsorban hallottam, hogy fogják valamilyen úton módon ezt renoválni vagy csinálni, és meg szeretném kérdezni, hogy, és még elvileg ebben az évben, vagy év végén talán, meg szeretném kérdezni, hogy lesz ebből valami, vagy mit lehet tudni majd erre. Köszönöm szépen, Kerekes Attila voltam, köszönöm szépen a segítséget. Tehát Balázs Béla utca 13, mi a helyzet ezzel a házzal? Ugye nem először beszélünk a Balázs Béla 13-ról, ezt úgy is mondhatnám, rossz példaként szoktam említeni, hogy a Balázs Béla 11 lányköri nevén Tali Kálmán utca 19-nek a felújítását végezte el, kezdte el az önkormányzat akkor, amikor nyilvánvaló volt, hogy a Balázs Béla 13 sokkal rossz állapotban van. Ezt megörököltük, ezt a tervet és a hozzá megnyert pénzt is, ezen már nem akartunk változtatni, hiszen a főváros azt is 70%-os intenzitással támogatta a 11-nek a felújítását, és a Balázs Béla 13 már akkor is sokkal indokoltabb lett volna, hogy annak a felújítása megtörténjen. A terveket már mi is megrendeltük, ebből az következik, hogy még idén nem fogunk tudni róla dönteni. A idős hölgy, aki betelefonált, ő neki pedig, hát nyilván ők is azt szeretnék már, mondjuk a 90-től számoljuk, hogy 27 éve az ő házukra mikor kerül sor. Hát ugye egyszer azt mondta, hogy megértem, hogy az idén, nem valószínű, hogy ilyet mondtam volna, és utána meg többször elmondta, hogy egyszer sem mondom az ő házukat. Sajnos azért nem mondhatom egyszer sem az ő házukat, mert még nincs ebben a fázisban, de a terveket már megrendeltük. Az mit jelent? Hát, hogyha a tervek meglesznek, akkor már alkalmas arra a ház, hogy egyáltalán beárazzák majd a tervekhez egy árat, passzítsunk, hogy így mondjam, tehát, hogy meg tehát, hogy tudjuk, hogy mennyi a felújítás. Mennyi lenne a felújítás, hogyha a költségvetésben találunk erre pénzt, ennyi pénzt, akkor kiírjuk a közbeszerzést, és a közbeszerzésen dől el, hogy vajon a mai piac vállalja-e annyiért, a mai vállalkozók vállalják-e annyiért. Sajnos az ingatlanbumnak vannak negatív hatása is, számos esetben ugye a Tűzoltó utca 33-nál ugye 830 millióra terveztük, és az első körben a legolcsóbb ajánlat másfélszerese, tehát 1 milliárd 200 millió volt, és ez sikerült a második körbe 1 milliárd alá beszorítani, de még mindig a 830 millióhoz képest majdnem 150 millióval többért vállalt el a kivitelező, a ház már majdnem kész van. Sajnos a mai helyzetben nem nagyon reménykedhetünk másban, tehát attól, hogy még mi beárazzuk a reményeink szerint, hogy egy ház felújítása mennyibe kerül, ez most már közelíti az 1 milliárd forintot, sok 100 millió forint. Tehát a piacnak ez a piacnak még ezt vissza kell igazolni, hogy annyiért tényleg meg lehet csinálni. Folytassuk a kérdéseket. Énke Istváni vagyok, a Vaskapun 17. Alapszóval lakom. Azt szeretném megkérdezni a polgármester úrtól, hogy miért mondták azt, hogy a Vaskapu 47, ki van üdvözve, holott 12 vagy 13 család van itthon. Mikor kaptuk meg a lakásokat? Köszönöm szépen, viszont! Sajnos valami miatt gerjedt a hölgynek a telefonja, de talán érthető volt, tehát Vaskapu utca 47. Mi a helyzet a kiürítésével?
Vélhetően kölcsönös félértés lehetett, hiszen a Vaskapu 47 és a 49 hasonló sorsú házakot egymás mellett. Ugye a 49-et nem csak hogy kiürütöttük, hanem már teljesen be is falasztuk, megközelíthetetlen, hogy úgy mondjam, a ház belseje. A 47-nek a kiürítése folyamatban van, és az idén be is fog fejeződni a kiértesítések, én úgy tudom, hogy már el is mentek. Jó, mert ugye az volt a kérdés, hogy mikor kapnak új lakást, de akkor ezek szerint ez még az év, ebben az évben meg fog történni. Hát új lakást nem biztos, hogy kapnak, mert vagy ugye, ha nem azt választják, akkor pénzbeli térítést. Erről már sokat is beszéltünk, igen, tehát amit ő választ, ugye a kérdés az így szól, de hát majd mindenki eldönti maga, de a lényeg az, hogy akkor ez a kérdés ebben az évben meg fog oldódni. Gát utcából jött a következő kérdés. Jó napot kívánok! Száva Márta vagyok, a Gát utca 14 szám alól. Én még beszéltem önökkel, és nagyon sikeres megoldást talált a problémákra a polgármester úr. Most megint kérnem szíves segítségét. A házunkat egy olyan teljes elhanyagoltság jellemzi, mármint mondom úgy, hogy a műszaki osztály vagy, akikhez tartozunk ugye azok részéről. A világítás jöttek a kapu alatt ugye megcsinálni, mert szerettük volna, hogy ne jöjjen be a sok drogos és a részeg. Eljöttek, valamit matadtak, mert a pincse lejárónál van a vezeték, de még mindig nem ég, nem beszélve arról, hogy én 20 éve lakom itt, és legalább 3 éve a 9 égőt én cserélem a nyugdíjamból, mert azt se kapunk égőt. Hát nagyon szépen köszönöm, ennyiről volna szó, ha tudna segíteni a polgármester úr, hogy szóljon az illetékeseknek. Mi a helyzet a Gát utca 14-en? A kollégáim jelentése szerint egyeztettek a betelefonával, a panaszossal, és már az egyeztetés alapján meg is oldották. Remek. Nézzük akkor az utolsó kérdést, ami üzenetrögzítőnkre érkezett. Jó estét kívánok! Rogányi Inni vagyok, az Ernő utca 28-ból. Tisztelt polgármester úr, két kérdésre szeretnék választ kapni. Lebontásra vagy felújításra kerül sor, és mikor, mert a házunk nagyon lerobbant, lepusztult állapotban van. Egy hölgy jött az önkormányzattól, és lefényképezte a kaputelefont, és a kapuval a kaput is. Ő mondta ezt a lebontást és felújítást. Már megkérdeztem egyszer a polgármester úrtól, hogy a szelektív kukákat nem viszi ki az önkormányzat. Sajnos itt megszakadt a vonal, de nagyjából mind a két kérdés, vagyis nem is nagyjából hallhattuk, tehát egyrészt mi lesz az Ernő utca 24 számú háznak a sors, és mi a helyzet a szelektív kukákkal. Még a 28-nál tartok. Ernő utca 28, ez felújításra váró ház, ugye várja a sorát. A szelektív hulladgyűjtők pedig annak a cégnek a kompetenciája, aki a házhoz jövő hulladékgyűjtést végzi. Tehát ez nem önkormányzati feladat? Nem önkormányzati feladat, mi jeleztük a cég felé, remélem, hogy azóta már megoldódott. Még egy megjegyzése ez, hogy a szelektív hulladékgyűjtők se házon belül, se házon kívül nem egyéb hulladéklerakatra szolgál, illegális hulladéklerakásra. Tehát itt nyilván a polgártársak hát önfegyelmére lenne szükség, hogy ne tegyenek le minden egyéb típusú hulladékot a szelektív hulladékgyűjtők mellé, mert a szelektív hulladékgyűjtést végző cégnek ez egyáltalán nem feladata, tehát úgysem fogja elvinni. Rohan az idő, úgyhogy haladjunk a témákkal. Egy szeptemberi beszélgetésből természetesen nem maradhat ki az iskola kezdés sem. A tavalyi évtől 2016-tól az iskoláknál a fenntartói és működtetői feladatokat is az állam látja el. Ferencváros önkormányzata továbbra is működteti a korábbi, széleskörű az iskolásokat és családjukat érintő támogatási rendszerét, amely az idei évtől tovább bővül.
A támogatásokról Kállai Gáborné alpolgármester adott tájékoztatást. Ferencvárosi iskolák változatlanul nagyon népszerűek. Újdonság például a Molnár Ferenc általános iskola, ami az idei évtől angol kéttannyelvi iskolaként működik tovább. Most kezdődött a Kosztolányi iskolában a tornaterem építés, amit az önkormányzat végez, és az önkormányzat finanszíroz, és ez várhatóan november közepére el fog készülni. Változatlanul a támogatások megmaradtak, illetve bizonyos támogatások bővültek. Igyekeztünk a támogatotti kört, illetve a támogatás összegét emelni. Erre lehetőséget adott a költségvetés, mivel hogy 2013-tól ugye a tankönyv támogatást az állam felmenő rendszerben biztosítja. Így az idei tanévtől Ferencváros önkormányzata a 9. osztálytól 12. osztályig nyújt tankönyvtámogatást. Ami hát nálunk már egy nagyon régi hagyomány, viszont azt az összeget, amit ezzel megtakarította a költségvetésünk, azt bent hagytuk a rendszerben, és akkor ilyen módon nyílt lehetőség arra, hogy egyrészt a támogatotti kört bővítsük, tehát az alapítványi iskolák számára is biztosítjuk a tankönyvtámogatást, illetve azok a gyerekek, akik például nem Ferencvárosban járnak iskolába, de itt laknak Ferencvárosban, nekik 50%-kal, tehát 10.000 forintról 15.000 forintra tudtuk emelni a tankönyvtámogatást. Ferencváros önkormányzata a tankönyvtámogatás mellett taneszköz támogatást is nyújt, mely tartalmazza a versillusztrációs pályázaton részt vett gyerekek alkotásaival díszített füzetcsomagot, valamint taneszközöket, körzőt, színes ceruzát, vonalzót, évfolyamonként eltérő tartalommal. Az iskola kezdési támogatás is növekedett gyermekenként 6.000 forintra, melyet a gyermekét egyedül nevelő szülő, valamint azok vehetik igénybe, akik 3, illetve több gyermeket nevelnek, vagy tartósan beteg a gyermekük. Ezen kívül a ferencvárosi rendkívüli támogatások részeként a kerületben élő gyermekek iskoláztatásával kapcsolatos egyszeri kiadások könnyítése érdekében is kérelem nyújtható be. Valamennyi támogatásunk természetesen tovább megy, tehát ugyanígy a gyerekeknek az iskolatej és a kifli és az a nagyon szeretett pénteki túró Rudi, az változatlanul megmarad, de minden egyéb támogatás. Így például egyéb támogatások részeként nappali tagozatos tanulók részére az érettségi vizsgáig támogatja az önkormányzata a jogosítvány megszerzését is, legfeljebb 50.000 forint értékben, valamint a 13 és 18 év közötti kerületi gyermekek részére a HPV elleni 4 komponensű védőoltást ingyenesen biztosítja. A további támogatások a Deák közalapítványon keresztül vehetők igénybe. Én kérem majd a szülőket, hogy figyeljék a Deák Alapítványnak a pályázatait is, mert ott nyílik lehetőség különböző nyelvi, sport és zenei pályázatoknak a benyújtására, és hát a Deák Alapítványon keresztül támogatjuk a nyelvvizsgát. Én bízom benne, hogy ezek a támogatások nagy segítséget jelentenek a családok számára az iskola kezdésben. Sok olyan támogatás van, tehát ami évközben is igénybe vehető, így a jogosítvány, a nyelvvizsga és a különböző úgynevezett jó tanulói ösztöndíjak, amikről a Deák közalapítványnál lehet tehát érdeklődni, illetve hát az önkormányzat bármelyik ügyfélszolgálatánál. Milyen maradt a kapcsolat így az iskolákkal, ugye, hogy most már állami kézbe kerültek, tehát a működtetői és a fenntartói feladatok is az államnál vannak. Remélem, hogy a igazgató hölgyek és urak is azt gondolják, és azt mondják, amit én is, hogy nagyon jó a kapcsolat, közvetlen a kapcsolat, persze a belső pesti tankerületi tanács közvetítésével, hogy így mondjam. Mert hogy hozzájuk tartoznak a ferencvárosi iskolák. Így van, tehát rajtuk keresztül, de akár közvetlenül is kapjuk a kéréseket, a leveleket, hogy miben és hol tudunk segíteni gyermekeinknek. Azt gondolom, hogy egy megválaszolatlan és kielégítetlen levél nincsen, tehát tudnak tanulmányi versenyre, osztálykirándulásra, egyéb az összes programra el tudnak menni a gyermekek, segítünk.
Adásunk végén pedig most megyünk még egy kicsit vissza az időben augusztus végéhez, mert hogy ekkor rendezték meg Ferencváros legnagyobb kulturális fesztiválját. A nevét 225 éve viselő Ferencváros legnagyobb kulturális rendezvénye, a négynapos Bakácsfest idén már igazi összművészeti fesztivállá nőtte ki magát. A változatos és igényes zenei programkínálat mellett színházi előadások sora várta a közönséget a Calvin udvarban, ahol Ferencvároshoz kötődő színházak, a Nemzeti Színház, a Pince Színház, a Stúdió K és a Karaván Színház előadásait tekinthették meg. A pálunk áprólom. Megítom tegnap pálinkát. Hogy van? Csak nem. Biztos nem emlékszel. Végül is lehet az végül is lehet. Kiállításokkal is várták idén a fesztivál közönségét, a 225 éves Ferencváros Árpád-korig visszanyúló történetét a házasságkötő teremben ismerhették meg az érdeklődők. A Bakácsfest vendégei voltak idén is határon túli testvérvárosaink. A 2B galériában ezúttal a felvidéki Király Helmec mutatkozott be helytörténeti kiállítással. Ferencváros önkormányzata és a Ferencvárosi Művelődési Központ első alkalommal szervezte meg a nyitott galériát, melynek célja az volt, hogy a kerületben lakó vagy a kerülethez szorosan kapcsolódó művészek, festőművészek, fotográfusok, szobrászok bemutatkozhassanak. Így idén a Rádai utca, ami egyébként is számos galériának ad otthont, művészeti galériává alakult. Az utcán végig sétálva betekintést nyerhettünk az alkotói folyamatokba, és lehetőség nyílt megismerkedni az alkotó művészekkel is. Ferencvároshoz is kötődő filmvetítésekkel, helytörténeti sétákkal és persze gyermekprogramokkal várták a családokat. Nemzedékek nőttek fel a Gőgös Gúnár Gedeonon, írónője Varga Katalin is Ferencvárosban élt. Unokája Tarján Veronika zenésítette meg a művet, amit az írónő egykori Közraktár utcai otthonától nem messze a Bakács utca színpadán mutatott be. Süt a mama, süt, süt a mama, süt. Túrós rétes, mákos rétes, süt a mama, süt. Rétes, ettem kettőt, te is ettél kettőt. Kis kelemem, Zakariás, evett 12-t. Süt a mama, süt, süt a mama, süt. Sárikának, Márikának, süt a mama, süt. A Bakács utcában gasztronómiai különlegességek és remek borok várták a közönséget, és idén is volt lecsó főző bajnokság, rekordszámú csapat jelentkezett a versenyre. Ferencvárosi cégek, civil szervezetek, nemzetiségek és határon túli testvérvárosaink is elkészítették a vidékükre jellemző lecsót. A nyertes idén Sepsiszentgyörgy lett. A Bakács utcai színpad volt a helyszíne a humoróráknak is. Sándor György és Berec András nevettette meg a közönséget. Este pedig jazz színpaddá változott ez a helyszín. Fellépett többek között a Jazzation, a Várajai Petra trió és a The Americana projekt, akik meghívott vendége Zsida volt. És most térjünk át egy másik helyszínre. A Bakás téri nagy színpad program sorozata Hungarian Django Swing-gel kezdődött. A 30-as, 40-es évek hangulatát idézte meg a Swingala Django zenekar. A
szombatestéri nagyszínpadon Anglia egyik vezető ifjúsági zenekara, az Illingius Orchestra fiatal tagjai is felléptek, akik London legjobb zenei tanulmányokat folytató diákjai közül lettek kiválogatva. A zenekar először látogatott Magyarországra. A Bakács Festen igyekeztek bemutatni minél többet Ferencváros kulturális életéből is, így kerületünk egyik büszkeségei, a bakástéri énekzenei általános iskola kórusa is fellépett. Ők azok, akik de Kristóf idén Oscar díjat nyert, Mindenki című rövidfilmjében is szerepeltek. Az idei Bakácsfesten nem csak a nevét 225 éve viselő Ferencváros sokszínűségét elevenítették fel, hanem az idei Kodály emlékév kapcsán a magyar népdalok sokszínűségét is. A pécsi premier után Budapesten elsőként Ferencvárosba mutatták be Romvári Gergely rendezésében a Székelyfonót. Az előadás egyik különlegessége, hogy a daljáték alatt óriás kivetítőn követhették nyomon, ahogyan Czakó Ferenc élőben elkészíti a darabot megelevenítő homokanimációs filmjét. Az előadásban közreműködött a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Budapesti Stúdiókórus és a Honvéd Férfikar, valamint a Misina Néptánc Együttes. Csókot vettem a vásárba fél pénzzel. Csókom mondja, kit rágod, kari bőcsom, édes csókom, mégis van egy fél pénzzel. Szintén a Kodály emlékéhez kapcsolódva másnap a Bakestéri templomban Kodály Missa Brevisét hallhatta a közönség az Ars Nova Sacra énekegyüttes előadásában, akikhez dr. Bácskai János polgármester is csatlakozott. A Bakácsfest utolsó estén a viharos időjárás miatt az előadás első része lett megtartva. Mozart Figaro házasságából adott keresztmetszetet Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, Kálnai Zsófia operaénekes és a ferencvárosi székhelyű Koncertó Budapest. Mindjárt folytatjuk a kulturális témákkal, előtte azonban még térünk vissza a Rogányiné kérdésére, aki az Ernő utca 28-ból telefonált és visszahívott minket, pontosította a kérdését. Nincs ember, aki kivigye a szelektív kukát, pedig ígéretet kapott erre, tehát ő neki ez lenne a kérdése, kérése pontosabban. Lesz ember, és ki fogja vinni valaki megfelelő időpontban a kukákat. Köszönjük szépen, és akkor most jöjjenek a kulturális témák. Még egy picit a Bakácsfestről beszéljünk. Láthattuk, hogy milyen sokszínű volt a program, mi lesz jövőre, mert hogyha minden igaz, akkor elkezdődik most már tényleg a templomnak a felújítása, és közvetlenül utána a Bakács téré is. A jó hír, hogy Bakácsfest lesz, a rossz, hogy nem itt. De azban meg az a jó hír, hogy az azt jelenti, hogy a bakástéri templomot felújítják, és hogyha a bakástéri templom felújítása kész lesz, akkor megkezdjük a bakástér felújítását. Vakás utcával egészen ki a Nehru Parkig. És akkor mondjuk két év múlva jobb esetben a már egy teljesen felújított téren lehet megtartani a Bakács Festet. Az nagyon jó eset lenne, én ilyet nem merek ígérni, de elkezdjük. Én se ígéretnek szántam, de néhány éven belül remélhetőleg, hogy minél hamarabb már egy felújított téren hallgathatjuk, és lehetünk részesei ezeknek a programoknak. Ugye a fesztiválok időszaka is szeptember Ferencvárosban a Bakács Festtel indult,
került, aztán lakótelepi mulatság, szüreti mulatság, az aszódi lakótelepen autómentes nap volt, színházak éjszakája is, hiszen idén 50 éves a Pince Színház, és ez a sorozat folytatódik, ugye minden helyszínen, a kerület minden helyszínén volt valamilyen hétvégi rendezvény, és ez a rendezvény sor most a Ferenc térre érkezik, tehát középső Ferencvárosba, ahol most szeptember 23-án, tehát ezen a héten szombaton őszváró családi napra várnak. Mindenkit mutatja polgármester úr közbe a plakátját is ennek, vagy a szórólapját, de beszéljünk egy kicsit a programokról is, ami délelőtt 10 órakor kezdődnek, és este még lesz térmozi is, tehát egész napos programokról beszélhetünk. Gyerekkoncerttel kezdődik 10 órakor, lesz lecsófőzőverseny is, kisbaba jóga, Mamimbaba bemutató, Béres Alexandrával is lehet találkozni, vele együtt tornázni és tanácsokat kérni, mert hogy életmód tanácsadás is lesz. Aztán drámafoglalkozások, megzenésített versek 17 óra 45-től és 19 órakor pedig térmozi békebeli Budapest Kocsis Tibor filmjét tekinthetik meg, és vannak kísérő programok is. Így van, a térmozira azért is írnám fel a figyelmet, mert szeretnénk egy sorozatot indítani Ferencváros különböző részein. Ahogy a jó idő jön, minden filmet végigvetítenénk különböző városrészekbe, Bakástéren, Ferenc téren, talán a Haller Parkban és a József Attila lakótelepen természetesen. Hajdani kertmozikra hajazva, bízom benne, hogy nagyon nagy sikere igény lesz. Igény biztos, hogy lenne rá. Így, ahogy hallottuk, diókatica és szárduda készítés, tehát 10-től este 7 óráig a filmig folyamatosan lesznek. Főzőverseny is lesz, azt majd ott. Babamama bőrze is, ugye annak is nagy sikere van, tehát sok-sok programmal várják önöket, még egyszer szeptember 23-án a Ferenc téren, és aztán egy hétvégével később, vagy egy héttel később, szeptember 30-án ismét mesenap a Kerekerdőparkban, tehát ez is középső Ferencvárosban lesz, itt mivel várják majd az ott élőket. Méltó folytatása a Kerekerdő óvodában évtizedek óta tartó mesenapi meseversenynek, mesemondó versenynek. Itt 10 órakor kezdődik szeptember 30-án a mesenap Alma együttes koncertjével, 11-kor pedig egy szoboravatással, a Négyszögletű Kerekerdő mesélője című szobor, de sokan kitalálhatták, hogy más nem lehet, mint Lázár Ervin. Mert hogy ő itt élt Ferencvárosban. Itt élt, itt alkotott feleségével, Vati Zsuzsával, és ennek emlékére egy, és a mesék emlékére egy nagyon szép szoborkompozíció. Mesenapi rajzpályázat diátadó délben, műsor és táncház a Bartók együttessel, gardrób művészeti csoport, eltáncolt cipellők, mesemondó előadás, és a végén 2 órakor apnoi zenekar, Binde bácsi barátai, miközben állandó programok. Lesz arcfestés, kézművesség, focibajnokság, társas játék és eurobungeing is, ami nem tudom pontosan mit akar, de izgalmasan hangzik, tehát mindez szeptember 30-án 10-től 15 óráig. A szobor átadóra várjuk Novák Katalin államtitkárasszonyt is, aki nagyon szeret Ferencvárosba járni, és sok-sok gyermekkel érkezik, hiszen ő is nagy családosnak számít. Mi pedig várjuk Önöket élőadással legközelebb október 10-én, kedden 18 órától. Folyamatosan lehet üzenetrögzítőnkre kérdezni, tehát várjuk a kérdéseket. 2-18-21-21-es a telefonszámunk, info@9.tv az e-mail címünk, és még egyszer elmondom a postai címünket is, 1096 Budapest, Haller utca 27, a borítékra írják rá, hogy Ferencváros televíziója. Köszönjük szépen, hogy itt volt, polgármester úr. Én is köszönöm a meghívást, napsugaras szép őszt kívánok. És köszönjük szépen önöknek is a figyelmet, találkozzunk október 10-én is, viszontlátásra.